Sziasztok! Az Auner motoros magazint látjátok, ma új érós isakokat fogok megmutatni nektek. Sziasztok! 2020-as érós isakokat fogok nektek megmutatni. Elkezdjük a legolcsóbbal és haladunk a legdrágább felé. Nézzük, hogy mit rejt a doboz. Ez a típus, ha itt elolvassátok, a Wrap nevet viseli. Ez a nem túl sikeres switch helyett jött, aminek ugye a formája elég megosztó volt. Ez nem fog kelleni. Nézzük meg, hogy ez hogy néz ki. Na hát itt a szín az már mindjárt jobban néz ki. Például elég jó kis rikító matt színekben van. Hát a formája is sokkal jobb lett, az a switch, nem tudom, aki látta, az nekem például nem annyira tetszett, ez azért sokkal jobban néz ki, sokkal modernebb lett a forma. Itt az óra is sokkal jobb lett a kiképzés, kicsit hasonlít már a twistre. Ugye megnézzük, hogy mit, ez még egy műanyag sisak, tehát itt ebbe az árba természetesen nem kapsz karbont. Ha valaki azt mondja, hogy ez karbon sisakot árul, ebbe az árba az becsapás lesz. Kivehetőek a bélések, ahogy nézem, úgyhogy ez azért egy kezdőszintnek is egy elég jó kis sisak. Jó a szellőzés, ahogy látom, hátul is szellőzők vannak rajta, itt elől is, sílt alatt, óra is elég jó nyitott, úgyhogy ebbe biztos, hogy jó lesz, és súlyra is ez mondjuk egy L-es sisak, ez 1500 g, természetesen a kisebb méretek azok könnyebbek, de azért ez sem tragikusan nehéz. Nézzük a következőt. Következő az egy twist. Ez még szintén műanyag sisak. Ha úgy jobban tetszik, akkor termoplasztik, ugye? Azt mondják rá. Hopp, itt már még komolyabb a dizájn. Ha megnézitek, eléggé jó kis aszimmetrikus dizájn van. Bélés anyag már itt azért még finomabb, természetesen itt is kivehető a bélés, ha megnézed ott a tetejét, akkor ez még jobban fog szellőzni. Itt is hátul belépőnyílás, ez már a Twist 2.0, ez abban különbözik, hogy itt más lett, kapott egy kis, ha megnézitek, egy ilyen kis szélterelőt a hátulja, kicsit modernizálták a formáját. Itt súlyban már előrébb vagyunk. Ez mondjuk egy XL-es méret, tehát ez azért elég nagy, ezt mindjárt föl is próbálom, hogy mekkora kényemre, nekem elég nagy fejem van, amint látszik. De ez már itt a súlya az XL-esnek is csak 1260 g, tehát ez már azért mindjárt jobb. Ja. Elég jól illeszkedik a fejre, és kényelmes is. Úgyhogy ez egy jó kis cucc lesz, ez az új 2.0 twist. Menjünk tovább. Következő kategória, az már egy aviátor. Ez az aviátornak egy olcsóbb verzióját is kihozták már idén, ami már ilyen kompozit sisak. Viszont a csomagolás is majd, ha megmutatom a legkomolyabb aviátort, akkor látjátok, ez nem adnak táskát. Súlyra ez egy M-es méret 1040 g, tehát itt már csak 1 kilós sisaknál járunk. Végül is az a 2.0-as aviátornak, mert van már ugye a 2.3-as, és ez a 2.2-esnek egy újabb verziója, annyi, hogy itt már látjátok, a tetején vannak már a nyílások, itt is sokkal több szellőző van, tehát ez még jobban szellőzik. Megnézzük, milyen kellékek vannak, hát ez nem nagyon van kellék, mert ez egy olcsó verziónak hozták ki. Tehát az, aki könnyű sisakot keres, és mégis ilyen megfizethető áron annak, akkor ez lesz a sisakja. Tehát ez az Aviator Ace az a neve, ez a legújabb aviátor termék. És az, ami pedig a legfullosabb belőle, ez egy Aviator Novák. Hát itt azért már sokkal komolyabb dolgok vannak. Tehát ha megnézitek, itt már eleve adnak hozzá egy táskát. Egy rendes sisak tartó táska van hozzá. Ha kinyitjuk, mindjárt nézzük, hogy miket tartalmaz. Tehát azért itt már a fényezés is sokkal komolyabb.
ilyen, hát nem tudom, hogy mennyire adja vissza a kamera, de itt ilyen elég jó metál színek vannak. Bélésanyag is már sokkal komolyabb. Ez a legújabb aviátor, ez már megkapta ezt a AMS szisztéma, ha itt megnézitek rajta van, ez azt jelenti, hogy ha elesel, akkor el tud fordulni külön a bélés, és ez 30%-kal csökkenti az agyrázkódás esélyét, és emiatt már a mágneses lett a bélés, tehát sokkal könnyebb kivenni. Úgyhogy ez már egy még komolyabb cucc, és megnézzük mindjárt a dobozába, pedig az, ami még extra, hogy adnak hozzá egy ilyen dobozt, amiben benne vannak, a tetejét azt le tudod már zárni. Tehát ezt a felső nyílást, hogyha hidegebb van, vagy rosszabb az idő, akkor ezzel le lehet zárni. Ez egy shield hosszabbítás hozzá. Ez, ami a régebbi aviátorokhoz nem volt, ez a sok kis gumidugó, ezzel pedig itt ezeket a nyílásokat, hogyha hűvösebb van, akkor mind le tudod dugózni. Tehát ebbe tuti nem fog megfázni a fejed. Adnak hozzá egy elég komoly kis szerszámot egy ilyen kulcstartóval, ezzel az összes csavar tudod nyitni, amik rajta vannak itt a sisakon. GoPro tartó, ugye, Schumachereknek. És tartalékcsavarok hozzá. Meg ide az elejébe, ide szivacs, hogyha nagyon saras vagy koszos lesz, akkor ki tud cserélni, meg egy-két matrica. Hát ezek az új sisakok az Aerótól, ezeket már mind megtaláltok, 2020-as modellek, mind megtaláltok itt a boltba. Köszönöm, hogy megnéztetek, sziasztok!